váratlan szépségű tolnai lankák között megbújó friss vízű patakokkal átszelt települést egy 1315-ben kelt oklevél említi Azara néven, mint az Ozorai család birtokát. E család utolsó nő tagja Borbála feleségül ment Filippos Kolarihoz, aki ezután felvette az Ozorai nevet. A település felé közeledve már messziről szemünkbe tűnik a szőlőhegyek által körülölelt páros domb, amely egyikén a templom, a másikon a várkastély látható. Valamikor a várárkon átívelő híd kötötte össze őket. A várdombot és a templomot ma is a Sió és a Cinca patak vize veszi körül, amelyen hangulatos hidacskák vezetnek át a piac térre. A település különös módon mind a mai napig megőrizte reneszánsz hangulatát. Az 1416 körül épített vár egyetlen szabályos négyzet alakú, zárt udvaros és egyemeletes, téglából falazott palota jellegű lakótömbből és egy esztövező és ugyancsak négyzetes elrendezésű külső várfalból állott a sarkain kerek tornyokkal. Maga a palota jellegű főépület megközelítően 35x35 méteres külső méretével, karcsú pilléreken nyugvó folyosó övezte árnyas belső udvarával, erkélyeivel alig haval várépületre, sokkal inkább a korabeli itáliai városi palotákra. Ez főképpen azzal magyarázható, hogy tervezőépítésze firenzei volt, aki a középkori Magyarország egy eldugott kis településére varázsolt egy firenzei, kora reneszánsz városi palotát. Filippos Kolari, ahogy nálunk nevezték, Ozorai Pipo, Firenze szülötte volt, de legendás hadvezéri képességeit egész életében Magyarország és a magyar király védelmének szentelte. A király holtig tartó barátsággal és bizalommal jutalmazta hűségét. Tagja volt a Zsigmond király alapította egyetlen magyar alapítású lovagrendnek, a Sárkányos lovagrendnek, egyúttal királyi kincstartó és a királyi sókamarák igazgatója volt. 18 győztes hadjáratot vezetett a török ellen. Az ő udvarában és kíséretében vált férfivá a híres török verő Hunyadi János. Élete végén hadi érdemeiért és főleg hűségéért különös kegyben részesült. A királyok temetkezési helyéül szolgáló székesfehérvári bazilikában helyezték örök nyugalomra. A palota ma is különös élmény biztosít az ide látogatóknak. Emeleti termeiben látható a középkori vár egyes helyiségeinek működése. Itt került elhelyezésre.